igen, kell sebeket is nyalogatni, negyedik, kétharmad után ez egy hatalmas pofon, és ez egy bizonyítvány. Magunkba kell szállni, hogy valamit borzasztó rosszul csinálunk pártokként is, aztán egybegyúrva meg végképp. Ahogy kijött a Katta megváltoztatásának az ötlete, ami nyilván egy 24 órán belül már el is fogadott törvény lett, a Momentum egyből utcára ment. Én is jobban szeretem, amikor a politikusok kevesebbet beszélnek, mert hogyha ha az emberek éhenhalás szélén, vagy a megfagyás szélén elkezdenek a parlament felé menni, az azt jelenti, hogy nagyon nagy a baj. Ott emberi sorsok mennek. De ön szerint benne van a pakliban ez is? Benne van a pakliban ez is? Benne. Védjük meg a Magyarország összes gulyás családját, mert elvileg róluk szól ez a játék, amit úgy hívunk, hogy politika. Örülünk annak, hogy Orbán Viktort megalázzák Brüsszelben. Ez az ellenzéki mantra. Miközben ez azzal jár együtt, hogy nekünk nagyon rossz lesz. Ha ez a típusú idealizmus is kihalna belőlem, és maradna a cinizmus, akkor azt gondolom, hogy végképp azt mondhatom, hogy olyan lettem, mint az összes többi politikus. Orbán Viktor elmondja magáét itthon, hogy megnyert valamit, amit kint elvesztett, úgyse néznek gyűrönyúzt a magyar Fidesz szavazók. Biztos Mészáros Lőrincnek megvan a véleménye, hogy a közbeszerzési törvény módosítása lenne a kisebbi kár, vagy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Ismerek olyanokat, akik átestek abortuszon. Én világéletemben mindig azt mondtam, hogy bármikor történhet volna meg velem, tehát estem volna úgy teherbe, hogy nem terveztem. Biztos, hogy én nem vetettem volna el.